Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, mégpedig egy hármas kapcsolat. Itt arról van szó, hogy van egy harmadik személy a háttérben. Vagy azért, mert ő még együtt van, például ezzel a nővel, de azt is jelentheti ez a jóslás, hogy van egy harmadik személy a múltból, az ő exje, és mindig odafigyel a dolgokra, vagy beleavatkozik a dolgokba. Itt ez a három kártya erre a harmadik személyre vonatkozik. Én úgy fogom elmagyarázni a kártyákat, hogy itt egy nőről van szó. A nap jelenti az ő gondolatait, vagy terveit. A nap megvilágít valamit, vagy valakit, tehát ez a nő látni akarja őt. Vagy lesz egy személyes találkozás, vagy figyelgeti őt az interneten keresztül, mert mindent látni akar, nagyon-nagyon kíváncsi. Az érzelmeket itt ez a kártya mutatja. Vagy úgy érzi, hogy fontos lenne írni ennek a férfinak, vagy vannak elvárásai, hogy ő írjon neki, amit a képek még jelenthetnek, hogy ő figyeli például a telefonját, és nézi azt, hogy mikor, kivel írogat. Itt vannak az e-mailek, itt vannak a hírek, tehát itt egy kíváncsi nőről van szó. Mit fog tenni? Itt ez a férfi látható. A férjem a háttérben. Tehát itt ez a férfi látható, ez a hölgy látni akarja, őt keresi a kapcsolatot, de az is lehet, hogy figyelgeti őt az interneten keresztül, és például van egy hamis oldala, ahol úgy figyelgetheti, tehát kontrollálja őt a tartásával. Ő szeretné azt, ha ez a férfi közeledne hozzám, hiszen akarja vele a kapcsolatot, látni akarja őt. Hogy viszonyul ez a férfi ehhez a nőhöz? Itt vannak a gondolatok. A fa jelentheti a biztonság érzetét. Lehet, hogy fontos számára, hogy benne maradjon ebben a kapcsolatban, hiszen ez biztos számára. Lehet, hogy nyújtja az anyagi biztonságot. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Lehet, hogy ez a hölgy beteg, és ő úgy érzi, hogy itt a felelősségről van szó, hogy ő gondoskodjon erről a nőről. De ez a betegség lehet szimbolikus, és hogy valami betegíti őt ebben a kapcsolatban, mert nincs meg a bizalom. Hogyan érzi magát? Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket is, hogy van közös gyermek, és az tartja őket együtt. Vagy a gyermek jelenthet egy új irányra, a változásokra, hogy őt betegíti ez a kapcsolat, és keres egy kiútat. Mit fog tenni? A kulcs az ő kezében van, tehát ő hoz majd döntéseket. Ezzel a kulccsal le tudja zárni ezt a kapcsolatot, és egy időben ki tud nyitni egy új ajtót irányodba, és ezek lennének akkor a lehetőségek. Hogyan gondol rád? Itt van a szeretet és a szerelem. Tehát érzelmekkel, szerelemmel gondol rád. És az érzelmei? Itt van a szerencse, a boldogság. Ő örül ennek a kapcsolatnak, boldog veled együtt. Hogy gondolj te
erre a hármas kapcsolatra, hogy ez a férfi fogva érzi magát a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiútat, keres egy megoldást, hogy kinyíljon ez az ajtó, és a gyermek jelent egy új kezdetre. Van arra remény, hogy összejöjjetek. Itt látható a hold, ami jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez nem egy oldalú, ő is álmodik, álmodozik rólad. A te érzelmeid, itt megjelennek az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Nálad vannak félelmek. Félsz attól, hogy elveszíted őt. És ezért jelenik meg itt a ravasz róka, hiszen közli veled, vannak nálad negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, ő ott marad ennél a nőnél, köztük van újra kapcsolat. Ezek negatív gondolatok. Vagy negatív érzelmek, mint például félelmek. Tedd át magadat a félelmeken. Itt ez a ravasz róka ezt mutatja számodra. Nem kell félned semmitől, hiszen a hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket részéről is, tehát megvannak az érzelmek kettőtök között. Mit kellene tenned? Itt a medve jelenti a te erődet. Ez mutatja a belső erőt is, a hitet és a bizalmat. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy te adsz erőt számára. És a jövőtök itt látható. A ház jelenti az alapokat. Erre az alapra ki lehet építeni valamit, és ez lehet a későbbiekben egy közös otthon tervezése is. És ez volt a jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!